Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Lezárják a vasúti átjárót Szekszárdon, az autósoknak kerülniük kell majd augusztus elején. Szigoríthatják a kisadózás szabályait, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint visszatérhet a fekete számlázás korszaka. Könnyíteni kell az öröklést, megreformálná a Tolna megyei ifjú gazdák társasága az öröklési törvényt. Segítség a szülőknek. Ingyenes táborban vehetnek részt a gyerekek bátaszéken. Magyarországon stagnál a fertőzések száma, így nem változtatnak a hatályban lévő szabályokon, jelentette be Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A kormány úgy döntött, hogy a tanév rendesen elkezdődik szeptember 1-én, vagyis egyelőre nem lesz online oktatás. Maradnak a korlátozások a zenés táncos rendezvényekre, nem lehet 500 főnél nagyobbakat tartani augusztus 15-e után sem. Így a szekszárdi szüreti napokat és a bátaszéki bornapokat sem fogják tudni megtartani. A miniszterelnökséget vezető miniszter arra is felhívta a figyelmet, milyen fontos a maszk viselése és a 1,5 méteres távolság betartása. Lezárják a vasúti átjárót Szekszárdon. A MÁV felújítja a vasúti vágányt a Kesejűsi út és a vasút kereszteződésében augusztus 3-a és 12-e között. Emiatt autóval a felüljárón át lehet majd átjutni az iparterületre. Eddig is feltorlódott a forgalom Szekszárd egyetlen vasúti átjárójánál a munkaidő végén, hiszen az iparterületről sportcsanokból strandol érkezők vagy éppen oda igyekvők itt tudnak legrövidebben átjutni a Kesejűsi út ezen részére. Sokan járnak erre dolgozni, számos cég és gyár található itt. Augusztus közepéig azonban még nehezebb dolguk lesz a közlekedőknek, kerülniük kell azoknak, akik a vasúti síneken túra szeretnének átjutni, mert a MÁV lezárja az átjárót a hónap elején. Augusztus 3-ától 12-ig lesz lezárva, ekkor fel fogja újítani a vasút a közúttal való csatlakozó aszfaltburkolatot a Kesejűsi út és a vasút kereszteződésében, ugyanis itt már nagyon leromlottak a műszaki állapotok és a gyalogos átjáró is. A szóvívő elmondta, az átjáró korszerű úgynevezett sztrélgumi elemes burkolatot kap. Teljes hosszában cserélik a szakemberek a vasbeton aljakat, a síneket, a kapcsolószereket és a zúzott kő ágyazatot. A víztelenítést, a vízelvezetést szivárgó építésével biztosítják. A munkát a MÁV rendelte el, és a felújításhoz szükséges 50 millió forintot saját forrásból finanszírozza. Az átalakítás idejére a közlekedés is megváltozik Szekszárdon. A jelenleg lezárt gyalogos aluljárót a munkálatok idejére megnyitják és előtte felújítják. A közúti forgalmat a munkák idejére elterelik. Az autósok az állomástól 1,5 kilométerre levő felüljáron keresztül közelíthetik meg a vasút túloldalán fekvő városrészt, vagyis kerülniük kell. Értesíti az adózókat a Nemzeti Adó és Vámhivatal arról, hogy számlájukon van-e tartozás vagy túlfizetés az elmúlt évről. Az kap ilyen küldeményt, akinek legalább egy adónemben 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintnál több túlfizetése van. Azokat is tájékoztatják, akik tavaly fizetési kötelezettségüket nem, vagy csak késedelemmel teljesítették, és emiatt legalább 5000 forint késedelmi pótlékuk keletkezett. Felülvizsgálná a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a kormány a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis katának a jelenlegi szabályozását annak érdekében, hogy a munkáltatók ne tudjanak katásként alkalmazni valójában munkaviszonyban dolgozó alkalmazottakat. A tervek szerint 2021-től változik a szabályozás, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a szigorítás nem biztos, hogy célt ér. Felülvizsgálná a kisadózó vállalkozások tételes adójának röviden katának a jelenlegi szabályozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Erre szerintük azért van szükség, mert a munkáltatók katásként alkalmaznak valójában munkaviszonyban dolgozó alkalmazottakat. A kamarának vannak javaslatai, miként kellene szigorítani a szabályokon, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A munkáltatókra, vagyis a kisadózók megbízóira szigorúbb sarcokat vetni. Ki. Egy megrendelőtől 3 millió forint bevételnél éves szinten
nem lehet több, illetve lehet több, de akkor már 40%-os adót kell fizetnie, és nem jelenlegi kedvező adókat, hiszen jelenleg havi 50 000 forinttal egy főállású vállalkozó megúszta az adóztatást, az kiegészítő tevékenységet folytat, mondjuk más munkahelye van, vagy nyugdíjas, akkor havi 25 000 forintot. A 3 millió forint feletti rész utáni adót tehát nem a katás vállalkozó, hanem az üzletfele, vagyis az őt megbízó cég lenne köteles befizetni az államkasszába. A szakemberek szerint ezzel eltűnne az adóelőny, és megakadályozható lenne, hogy a munkadók munkaviszony helyett katás vállalkozóként lényegében színlelt szerződéssel alkalmazzák dolgozóikat. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azonban attól tart, hogy ezzel nem az adóbevételek nőnek majd, hanem a fekete számlázás. Nem mindent fognak leszámlázni a vállalkozók. Így a kézbe adott fizetések aránya emelkedik majd meg ennek hatására. Például a könyves nem fog számlát adni az anyagról, csak a saját béréről, az meg jelentősen csökken, így a számla összege, illetve az is előfordulhat, hogy eltűnnek a különböző bevételek, azaz nem lesznek leszámlázva. Az adóhivatal elvileg eddig is ellenőrizte a kata alanyokkal szerződéskötő kifizetőket, és ennek keretében vizsgálta a bújtatott foglalkoztatással kapcsolatos visszaéléseket, idén is ezt teszi, mondta Mózsik Szilvia, a NAV Tolna megyei igazgatóságának szóvívője. Magyarországon a katás vállalkozások száma meghaladja a 400 ezeret. Egyre több helyen okoz problémát, hogy a zajjal járó kertészeti tevékenységeket az engedélyezési időn kívül végzik, megszegve ezzel a közösségi együttélési szabályzatot. A baj forrása az, hogy ezek az időpontok munkaidőn kívül esnek, így akinek be lehetne jelenteni a bosszantó eseményt, már nem dolgozik. Utána jártunk, ez esetben mi lehet a megoldás. Nem kis zajjal jár a fűnyírás. Szekszárdon hétfőtől péntekig este 9 órától reggel 7 óráig, hétvégén este 9 órától reggel 9 óráig nem lehet ilyen tevékenységet végezni, ahogy egyéb zajjal járó munkát sem. Ennek ellenére több nézőnk is arra panaszkodik, hogy vannak, akik egyszerűen nem tartják be ezeket a szabályokat. Nekik egyáltalán nincs könnyű dolguk, ha bejelentést akarnak tenni. A problémát ugyanis a jegyzőnek munkaidőben lehet csak jelezni, vagy utólag visszamenőlegesen. A bejelentőnek pedig bizonyítania kell a probléma meglétét, tehát érdemes például hang- és képi felvételt készíteni a zavaró zajról. Ez minden utólagos bejelentés, tehát a jegyző egyébként az eljáró hatóság, tehát a jegyző felé kell ezt bejelenteni, de hát ugye éjfélkor vagy hajnali 4 órakor nem lehet nagyon a jegyzőt elérni, úgyhogy ezt mind utólag kell akkor megtenni, és esetleg tanúkkal és a többi igazolni azt, hogy valóban történt ilyen tevékenység. Mivel az este végzett, nagy zajjal járó kerti munka csendháborításnak számít, így Varga András szerint érdemes lehet a rendőrséget is értesíteni a szabálysértésről. Nekik kötelességük kijönni. Az egyenruhások, amennyiben szabálysértést tapasztalnak, felszólítják a szabálysértőt, hogy hagyja abba a tevékenységet. A következő alkalomnál már komoly szankciókra, akár pénzbüntetésre is lehet számítani. Könnyítenének az agrár öröklési szabályokon, hangzott el azon a fórumon, amit az ifjú gazdáknak szerveztek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetség Tolna megyei képviselői bátaszéken. A rendezvényen a vízgazdálkodásról, pályázatokról és az egyéb törvénymódosításokról is szó volt. Három fő témát tárgyaltak a szerdai ifjú gazdák Tolna megyei gazdakörének gazdafórumán bátaszéken. Az előregedett gazdatársadalomtól elkezdve az osztatlan földtulajdon új határozatán át, az agrárörökség és a várható pályázati lehetőségek is szóba jöttek. Tasnádi Gabriella vízgazdálkodási szakértő az öntözés fontosságáról és az ezzel kapcsolatos jogi változásokról tartott előadást. Január 1-től működik a Vizek projekt, ez teljesen elektronizálja a vízügyi engedélyezési eljárást. Eddig 8 példány papír alapú dokumentációt kellett az illetékes vízügyi hatósághoz bejutatni, aki ugye nem más, mint a területre illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság. Ez teljesen elektronikussá válik.
vált január 1-től. Nem csak az engedélyezési eljárás változott meg január 1-től, hanem új öntözési törvényt hoztak ki, ami több módosítást is magával hozott. Ilyen például az öntözési közösség, amit azért találtak ki, hogy tehermentesítsék a gazdálkodókat. Az öntözés nagyon fontos, hiszen egyre melegebb lesz, ám nagy beruházást és jelentős üzemeltetési költséget jelent ez a gazdálkodóknak, így arra ösztönzik a szomszédos területű gazdákat, hogy fogjanak össze és alkossanak öntözési közösségeket. A másik fontos témát Csetibor András szakmai titkár taglalta. Az agráradózással, őstermelői adózással és az agrár öröklési kérdésekkel kapcsolatban milyen változások várhatók szeptembertől? Az osztatlan közös tulajdon kapcsán már kijött az a nagy törvénycsomag. Ennek lesz a második fejezete az agráröröklésnek a rendezése, optimalizálása. Ez várhatóan szeptemberben a ház elé fog kerülni. És ami hosszabb távon várható, az pedig az őstermelői adózás, illetve a családi gazdaságnak a még kedvezőbbé válása, úgyhogy abszolút ez az irány. Bár aratási szezon van, mindenképpen meg akarták tartani ezt a fórumot, hiszen ezek olyan elengedhetetlen témák, amit nem szabad halaszgatni. Pap Zsolt helyettes államtitkár azt mondja, az egyik fő cél, hogy zökkenőmentesen lehessen a gazdaságokat átadni, örökíteni. Ingyenes tábort szervezett gyerekeknek a bátaszéki helymattáns csoport vezetője az önkormányzat segítségével. Így kívánják megkönnyíteni azoknak a szülőknek a munkavállalását, akik nem tudják másként megoldani gyermekük felügyeletét. Szülők tehermentesítése címszóval indult nyílt tábor Bátaszéken. A bátaszéki polgármesteri hivatal gondolt azokra a szülőkre, akiknek a koronavírus járvány alatt elfogyott a szabadságuk, és most a nyári szünet alatt sehogy nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét. Ezért hirdették meg az úgynevezett nyílt tábor lehetőségét, melynek megszervezését Skordainé Varga Gabriella vállalta. A helymattáns csoport vezetőjének nem titkolt szándéka volt, hogy bemutassa a gyermekeknek a sváb kultúrát. Többek között német zenével, tánccal, énekekkel ismerkednek ez alatt az egy hét alatt, de a kézműveskedésre is szakítanak időt. Én nagyon-nagyon örülök neki, mert azért 8 külsős kis pajtás jelentkezett, és a többi viszont a tánctábornak a résztvevői, ugye előtte hétről alapból a táncosok, ők is bevállalták, és ők a héten azért nagyon-nagyon sokat, mint segítő vannak jelen. A koronavírus szigorításai miatt 20 gyerek vehetett csak részt a táborban, gyorsan betelt a létszám. A helymattáns csoport vezetője arra számít, hogy azok a gyerekek, akik most ismerkedtek meg a sváb kultúrával, kedvet kapnak majd, és az évközbeni táncpróbákra is járni fognak. Ha ő belőlük 2, 3, 4, 5, esetleg még több gyerek visszajön, és jön a hétköznapi próbáinkra, akkor én úgy gondolom, hogy ennek már volt értelme. A bátaszéki hivatal is segít, helyszínt és kézműves alapanyagokat is biztosít a táborozóknak. Rókát mentettek a bonyhádi tűzoltók. Az állat az oltásra szolgáló, úgynevezett tűzivíztározóba esett bele kedden Bonyhádon. A lánglovagok raklapokból építettek pallót a mentéshez, amin keresztül a bajba került ravaszdi hosszas mérlegelés után ki tudott jutni a tározóból. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. 22 méter magas, 7 szintes. A meccsek legmagasabb pontján a Zengőn épült kilátó. Erős szezon a Balatonnál, nőtt a belföldi turizmus. Állami gondozottak nyári tábora. Tekeresen tartanak fejlesztő tábort 28 fiatalnak. Mintegy 160 millió forintból épült meg az új kilátó a Zengőn. Korábban katonai objektumot terveztek a meccsek legmagasabb pontjára, 16 év után azonban elkészült a 22 méter magas, 7 szintes kilátó. A tervezéskor fontos szempont volt, hogy az építmény amellett, hogy biztonságos, a környezetbe is illeszkedjen, hangzott el az átadó ünnepségen. Már a turisták és a kirándulók előtt is nyitva áll a zengői kilátó. Az építményt szerdán adták át hivatalosan is az érdeklődők számára. A Baranya megyei közgyűlés elnöke beszédében emlékeztetett, már 2004-ben megfogalmazódott az igény egy biztonságos, a környezethez illő kilátó építésére. Őri László kiemelte, most 16 év után megvalósult a beruházás, mintegy 160 millió forintos forrásból. Egy közel 22 méter magas acélszerkezetből készült építmény készült el végül, amely
hétszintes, és mintegy 4 méterrel nyúlik a kilátó csúcsa a lombkorona szint fölé. Ez biztosítja azt, hogy nem csak most, hanem évek múlva is tökéletes kilátás nyílik innen a Mecsek-hegység legmagasabb csúcsáról. A zengő egyébként 682 méter magas, erre épült a 22 méter magas kilátó. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, mind a civilek, mind a környékbeli települések vezetői kiálltak amellett, hogy egy ilyen építmény kerüljön a hegytetőre, hiszen korábban katonai objektum létrehozását is tervezték már ezen a helyszínen. Hargitai János hozzátette, öröm számára, hogy az összefogás meghozta eredményét. Ez a Dél-Dunántúl legmagasabb pontja, hát mit jelöljünk meg, ha nem ezt a pontot? És hát innen körbe tekintve jó időben tényleg egy kirándulást lehet tenni. Nyilvánvalóan csak a szemünkön keresztül a Dél-Dunántúlra. Nekünk most erre lehetőségünk volt. Remélem sokan fogják látogatni ezt a helyet, sokan fogják keresni a zengő kilátót, mert ez vendégeket és turistákat jelent a körzetemben. Az eseményen elhangzott, a kilátó megépítésekor fontos szempont volt, hogy a kialakításkor és a karbantartáskor is a lehető legkisebb mértékben zavarják meg a természetes közeget. Szintén mérvadó volt az is, hogy a torony különleges élményeket nyújtson azoknak, akik 704 méter magasról vennék szemügyre a tájat. Akár a tavainál is jobb lehet a szezon a Balatonnál. A magyarok nagy többsége ugyanis belföldi úti célt választ kikapcsolódásként. Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke abban bízik, hogy ősszel is sokan érkeznek majd a tóhoz, hiszen az északi és a déli parton egyaránt történelmi borvidékek várják a kulináris élmények kedvelőit. Rengetegen választják idén pihenésként a Balatont. Ennél a Balaton Széplaki büfénél is hatalmas forgalom van a főszezonban. Bár statisztikai adatok még nem állnak rendelkezésre, a tapasztalatok szerint a belföldi vendégek mellett egyre több külföldi turista érkezik a tóhoz. Vili Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Nehéz ugye becslésekbe bocsátkozni. Én titkon reménykedem abba, hogy el fogjuk érni a tavalyi bázisszámokat, és hogyha sikerül egy huszáros őszt a Balatonnál összehozni, ugye szeptemberre, októberre gondolok, hiszen a szeptember és október is egyébként még tud élénk hónap lenni, és sokáig volt rossz idő tavasszal, akkor hát, ha jó idő lesz ősszel, ugye sok tényező is ez, de én azt gondolom, hogy a álmainkban nyugodtan játszadozhatunk azzal a gondolattal, hogy adott esetben akár még a tavalyi esztendő számait is túlszárnyalhatjuk. A koronavírus járvány miatt a tavaszi hónapokban vendég nélkül maradtak a balatoni vállalkozások. Egy erős főszezonnal és egy jól sikerült ősszel azonban még hajrázhat a tó körüli turizmus, mondja Hoffmann Henrik. Úgy aktív turizmusban, mint egyébként gasztronómiában, hogy az őszi hónapokban is nagyon, nagyon erős, hiszen történelmi borvidék a Balaton északi és déli partja is, ugye következnek majd a szüretek. A Balaton a legnagyobb halastavunk az országban, és sok halfesztivált rendeznek majd, tehát meglátjuk, hogy mekkora eseményeket lehet rendezni a jövőben. Sőt, hát, hogy mindenki reménykedik, és még 2 hét reményt kaptunk ugye egy kormány döntéssel arra vonatkozólag, hogy megrendezhetőek-e a balatoni fesztiválok. Ugye a következő hét az vízválasztó lesz ebből a szempontból. Sajnos az látszik, hogy a környező országokban ugye roblik a helyzet. Ezeknek a fesztiváloknak a környező országokból is rengeteg látogatója van, és nagy fokú óvatosságra van a továbbiakban is szükség. A belföldi turizmust nézve azonban vegyes a kép, fogalmaz Hoffmann Henrik, hiszen amíg a vidék jól teljesít, addig a fővárosba még nem tértek maradéktalanul vissza a külföldi turisták. Nyáron is rendszeresen ellenőriznek az adóhatóság munkatársai. Erről beszélt stúdiónkban a NAV baranyai sajtóreferense. Különösen figyelnek a foglalkoztatási szabályok betartására. Komoly bírsággal és további következményekkel számolhat az a munkáltató, aki bejelentés nélkül alkalmaz dolgozókat. A milliós bírságon túl egy megbízhatatlanságát jelző listára is felkerül. Nyáron is ellenőriznek az adóhatóság munkatársai, mondta Adópercek című műsorunkban a NAV Baranya megyei sajtóreferense szerdán. Barlai Krisztina kiemelte, hogy ebben az időszakban megnő a szezonális munkalehetőségek száma, illetve ezzel együtt a nyári időszakban dolgozó diákok, alkalmi munkavállalók száma is. A foglalkoztatás területét fokozottan ellenőrzik. Minden egyes munkavállalót, aki elkezdi a munkát egy foglalkoztatónál, be kell jelenteni. Hogyha a helyszínre kimennek a kollégák, akkor egy laptopon a saját adatbázisban meg tudják nézni ott a helyszínen, hogy a munkáltató valóban bejelentette a dolgozóját. Hogyha nem történt meg ez a bejelentés, akkor akár 1 millió forintos bírságot is kaphat ez a munkáltató dolgozónként.
Azonban a bírság mellett további szankciókra is számíthatnak a szabálytalankodó munkaadók. Elég súlyos következmények vannak, hiszen ha valaki bejelentés nélkül foglalkoztat dolgozót, akkor felkerül erre a listára, amely lista a hivatal honlapján bárki számára hozzáférhető, valamint kockázatos besorolást fog kapni ez az adózó, és ehhez kapcsolódóan elég komoly hátrányok fogják érni, tehát üzletpolitikai szempontból sem éri meg szabálytalanul foglalkoztatni. A munkavállalók is tájékozódhatnak ebben az adatbázisban, mondja a sajtóreferens. Igen. Így tud választani olyan megbízható munkaadót, akinél számíthat arra, hogy a bejelentési szabályoknak megfelelően foglalkoztatják. 28 állami gondozásban élő fiatal vesz részt az egyhetes tekeresi fejlesztő táborban. A Jász Nagykunszolnok megyéből érkezett halmozottan hátrányos gyerekek esetében az élménypedagógia legelső fokozatát alkalmazzák a trénerek, ami arra készteti a fiatalokat, hogy küzdjék le saját határaikat, a pedagógusoknak pedig képesnek kell lenniük változtatni az előre meghatározott programokon, ha úgy hozza a helyzet. A Jász Nagykunszolnok megyei gyermekvédő intézet feladata az állami gondoskodásban élő fiatalok életútjának támogatása. Az intézet kisújszállási, tiszakürti és szolnoki lakásotthonaiból érkeztek gyerekek a tekeresi élménytáborba. Mozgatjuk a gyerekeket, tehát ez nagyon fontos, hogy egyrészt élményhez jussanak. Ugye tudjuk azt, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, hogyha a gyermek valahol ráébred az értékeire, az egy fantasztikusan jó dolog. Mert hát valljuk őszintén, az iskola sokszor viszonylag kudarcorientált, maga nem is az iskola, hanem a helyzet, és nagyon sok kudarccal terheltek a gyerekeink, ezért megpróbálunk nekik minden lehetőséget biztosítani. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében az élménypedagógia legelső fokozatát alkalmazzák a trénerek. A Hegyek magukért beszélnek elnevezésű feladatsor arra készteti a fiatalokat, hogy küzdjék le saját határaikat, a pedagógusoknak pedig képesnek kell lenniük változtatni az előre meghatározott programokon. Annyiban látok fejlődés, hogy fáradnak is a gyerekek, és egyre jobban megszokjuk egymást. Mi is pedagógusok és nevelők egyre jobban alkalmazkodunk a gyerekek kívánságaihoz, és 50-50 százalékban vannak kompetenciafejlesztő, társas kompetenciákat fejlesztő játékok, és szabad, kötetlen sportjátékok, fürdés, városlátogatás, szóval figyelünk az arányokra. Az élménypedagógiai elemekre épülő játékok között együttműködést erősítő, valamint versenyhelyzetet teremtő feladatokat is találunk. A csoportosan leküzdött feladatok pozitív megerősítést adnak, ami erősíti a motivációt, az elköteleződést és a csapatszellemet. A feladat köröm lényegében nem változik, viszont maga a napnak a beosztása az viszont folyamatosan változik, hiszen próbálunk alkalmazkodni azért a gyerekekhez is, és amint lehet hallani, nagyon-nagyon jó és érdekes játékokat találunk ki nekik, attól függően, hogy ki mennyire szeretne részt venni a dolgokban. A gyerekeknek több programot is szerveznek a fejlesztő tanárok még a nyár folyamán. A következő egy horgásztábor lesz, de az már otthon, Szolnokon. És végül nézzük Főbb-Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Lezárják a vasúti átjárót Szekszárdon. Az autósoknak kerülniük kell majd augusztus elején. Szigoríthatják a kisadózás szabályait. Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint visszatérhet a fekete számlázás korszaka. Könnyíteni kell az öröklést. Megreformálná a Tolna megyei ifjú gazdák társasága az öröklési törvényt. Segítség a szülőknek. Ingyenes táborban vehetnek részt a gyerekek Bátaszéken. Pénteken folytatódik a nagyrészt napos, meleg, nyaralóknak és strandolóknak kedvező időjárás. A kora reggeli időszakban kis eséllyel még előfordulhat egy-egy zápor, de nem lesz jellemző a csapadék. Napközben akár 35 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!